Tisztelt elnök úr, tisztelt miniszterelnök úr, tisztelt ház! Tekintettel arra, hogy elnöki megbízatásomat önöktől kaptam, elnöki eskümet önök előtt tettem le, kötelességemnek érzem, hogy egy a személyem körül kialakult vita kapcsán tájékoztatást adjak a Magyar Országgyűlés tagjai számára. Tisztelt hölgyeim és uraim, tisztelt ház! Egy internetes portál névtelen bloggere januárban azzal vádolt, hogy a 20 évvel ezelőtti kisdoktori dolgozatomban, amelyet a testnevelési főiskolán készítettem, meg nem engedett módszert alkalmazva túl sokat idéztem mások műveiből, anélkül, hogy az eredeti szerzőket az előírt módon feltüntettem volna. Még meg sem indult a tényfeltárás, még egy kommunikét sem adhattam ki, az itt ülő képviselők közül néhányan már is megbélyegeztek, csalónak kiáltottak, és lemondásomat követelték. Tisztelt képviselő hölgyek és uraik, mi zajlik a háttérben? Kinek állhat érdekében az, hogy Magyarország lejáratásával egy időben, becsületében és emberségében meggyalázzak annak köztársasági elnökét? Kik lehetnek azok, akik bátran mernek valótlant állítani úgy, hogy előzőleg a tények igazságtartalmáról nem győződtek meg? A választ úgy gondolom nem nekem, hanem azoknak kell megadni, akik a kérdések mögé látnak. Csak félig idézett szabályrészletekkel, dokumentumok elhallgatásával, az idézett dokumentumok csak a rám terhelő részeinek bemutatásával sikerült viszont félrevezetniük a közvéleményt, és sajnálatosan többek között itt önök közül is. Az ártatlanság védelme, tisztelt hölgyeim és uraim, mindenkit megillad az önök által hozott törvény szerint. Visszatérve a dolgozathoz szíves engedelmükkel, hangsúlyoznom kell, hogy az 1985 évben a TFN érvényben lévő doktori szabályok szerint készült annak előírásait és feltételeit minden tekintetben teljesítve. Legfőbb vitatott kérdés, hogy sajátomnak kívántam-e feltüntetni mások szellemi termékét, vagy sem. Tekintettel arra, hogy a 27 éve készült szabályozás nem foglalkozott a felhasznált szakirodalom feltüntetésének módjával, tekintettel arra továbbá, hogy az általam használt dolgozatvégi feltüntetésekkel, az úgynevezett felhasznált irodalomjegyzékkel a részemre kijelölt opponens és konzulens is egyetértett, vagyis azt elégségesnek találták, kisdoktori munkámat jó hiszemben adtam be, és védtem meg. Az írásbeli dolgozatra, valamint a szóbeli védésre summa cum laude kiváló minősítést kaptam. Ez pedig becsületbeli ügy, amiben nem engedhetek. Az én lelkiismeretem tiszta. Azért merek ideállni önök elé, és mert egész életemben azt vallottam, hogy az embernek nincs félnivalója, ha biztos a maga igazában, merem remélni, hogy megválasztásom mellett szóló érv volt egykor, hogy a jó ügyekért minden erőmet latba vetem. A sors úgy hozta, hogy a közösség ügyei mellett most magamért is ki kell álljak. És ha kell, bírói úton bizonyítom be igazamat. Néhány ember számára ez politikai kérdés, számomra pedig becsületbéli ügy. Tisztelt elnök úr, tisztelt miniszter úr, miniszterelnök úr, tisztelt ház! Elnöki munkámat az alaptörvény rendelkezései szerint a legjobb tudásommal, alázattal végeztem. Isten akarata és az önök bizalma nagy feladat elé állított, amelynek maradéktalanul eleget tettem. Magyarország alaptörvénye szerint, amelyet magam láttam el kézjegyemmel, az államfő kifejezi a nemzet egységét. Ezen rendelkezés számomra azt jelenti, hogy ebben a helyzetben, amikor személyes ügyem a szeretett nemzetemet inkább megosztja, mintsem egységesíti, kötelességemnek érzem, hogy szolgálatomat befejezzem, elnöki mandátumról lemondjak. Isten áldását kérem Magyarországra és az önök munkájára.